Üdvözöllek benneteket, leviteleket fogok most mutatni nektek, amiket ma gyakoroltunk a szombati birkozó edzésemen. Ez egy kicsit túlzás, hogy birkozó edzés, mert ugye ezek hibrid technikák, tehát elsősorban földharcosoknak és MMA-soknak javasolt technikák ezek, tehát komoly birkozón ezeket a technikákat nem fogjátok tudni aladni, de nem is az a cél. No, mutatnám, hogy ma mik voltak a szituációk, amikkel foglalkoztunk. Szemlélek a partnerrel, karnyakfogással fogom őt támadni, picit meghúzom magam felé, ezáltal Peti előre helyezte a jobb lábát, jobb kézzel lenyúlok a térdhajlatért, és összefogom kapocsfogással a két kezemet, és berántom ide a lábát az én két combom közé, és szépen összecsípem, rögzítem, én nem tudom őt léptetni. Jó? Hogyha megvan ez a pozíció, akkor a célom az, hogy leültessem őt a fenekére. Tehát megléptettem, elől a láb, felkanalaztam a lábát, megléptetem magam felé a vállamat, átemelem a combja fölött, a fejemet kihelyezem ide a feneke mellé, forgója mellé, és odaverek egyet a bicepszemmel, felkarommal a combjára, minél közelebb a comb tövéhez, és leültetem a fenekére. Jó, tehát egy nagyon hatékony levitel lesz, hogyha dinamikusan csináljuk, mutatom is, hogy az hogy néz ki. Megléptetem, felvettem, kint a fej, és szépen ütöm le a lábáról. Jó, innen majd próbálod kerülni a lábát, hogy ne ragadj be a gárdjába. Ugye előfordul, hogy nagyon ügyes az ellenfél, és ő léptet meg engem, felveszi a lábamat, és csípi össze. Azonnali reakció kell legyen, bal kézzel, hogy eltolom a törzsét, jobb kézzel pedig töröm be a nyaki gerincet, és tolom el magamtól. Ezzel gyengül a fogása, és ki tudom szakítani a lábamat jó esetben. Jó, kirúgom hátra, és távolságot tartok. No, de mi van akkor, hogyha én csak be akarom csapni ezzel a dologgal? Felvette, tolom el, azt hiszi, hogy menekülni akarok, ő még közelebb is fog jönni, hogy ne veszítse el a fogását. Én itt rájtem a mellkasomat a felső hátára, alányúlok az állának, hóna alatt benyúlok a bal kezemmel, összefogom kapocsfogással a két kezemet, és kiveszem a lábamat. Tehát, hogyha gyenge a fogása már, és meg tudom tenni azt, hogy kiteszem a lábat, az nagyon sokat fog segíteni a dobás kivitelezésében. Úgy is el fogom tudni dobni, ha beragad a lábam, de most az a célom, hogy kivegyem, és ezzel a húkkal irányt mutassak a dobásnak. Jó, tehát felvette Peti a lábam, én eltolom, kiveszem a lábat, ő jön vissza közel, hogy ne veszítse el a lábamat, összefogom kapocsfogással az állat a kezemet, rájtettem a mellkasomat, elindulok a fenekemre, miután szökkentem egy picit előre a bal lábammal, és ezzel a húkkal átemeltem magamon, és már gyűjtöm is össze a kezét, ezzel kivonva azt a védekezésből. Mutatom ezt folyamatosan. Jó. Peti mozdít, felvesz le, tolom el, veszem ki, ejtem rá a melltost, ülök a fenek közele, borítom fel, és szűkítem a fogást a folytáshoz. Nagyon remek technikák, próbáljátok ki őket, hajrá!